Húzószilárdságon a fának a húzással szemben kifejtett ellenállását értjük. A rostokkal párhuzamos vizsgálatokhoz olyan derékszögű négyszög keresztmetszetű próbatest szükséges, amely a vizsgálati hosszon megvékonyított. A próbatest vizsgálati szakaszában a keresztmetszeti méreteket 0,1 mm pontossággal lemérjük. A próbatest terhelését egyenletesen emelkedő terheléssel végezzük a szakítás bekövetkeztéig. A terhelési sebességet úgy választjuk meg, hogy a tönkre menetel másfél és két perc között következzék be. A tompa vagy szálkás törési kép megmutatja, hogy a faanyag rideg vagy szívós tulajdonsággal rendelkezik. A vizsgálatok végeztével a próbatestek tömegét 0,1 század g pontossággal lemérjük, majd szárítószekrényben abszolút száraz állapotra szárítjuk azért, hogy az újabb tömegmérést követően nedvességtartalmukat meghatározhassuk. Amennyiben a nedvességtartalom a légszáraz állapottól eltér, a húzószilárdsági értéket a tényleges nedvességtartalomról át kell számítani 12%-os nedvességtartalmú faanyagra.